Egy 25 éves férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy bement egy szolnoki házba, majd a lépcsőházból elvitt egy kerékpárt, egy akus bozót vágót, továbbá lábbeliket és háztartási felszereléseket. A tettes egy másik lépcsőházban is megpróbált cipőket lopni, de ott megzavarták, így elfutott. A helyi rendőrök munkáját megkönnyítette egy biztonsági kamera, ami rögzítette a számukra nem ismeretlen tettesténykedését. Előállították a férfit, lopás büntetés és lopás vécsi kísérlete miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Lefoglalták tőle a biciklit, amit visszaadnak majd a sértetnek. Korábban már követett el hasonló bűncselekményt a fiatalember. Tavaly decemberben a társával egy szolnoki munkásszállóból loptak el egy mikrohullámú sütőt és egy vízforralót. A nyomozók a bűnügyeket egyesítették és azokat egyenjárásban vizsgálják.